A mai videóban azt nézzük meg, hogy mi vezet az AFTA kialakulásához, és mit tehetünk a megszüntetése érdekében. Szeretettel köszöntök mindenkit! Az AFTA a szájüreg nyálkahártyáján, vagy az ajkak belső részén megjelenő sárgás vagy szürkés-fehér fekély. Az AFTA nem azonos a herpesszel, addig ameddig a herpeszt vírus okozza, az AFTA elsősorban vitaminhiány következménye. AFTA-k esetén alacsony a B12, a folsav és a cink szintje. Ezen vitaminok hiánya elsősorban a finomított modern bolti ételek miatt jelentkezik, például a túl sok gabonaétel következtében, tehát tészták, kenyerek, sütemények, palacsinta, stb. Az AFTA-k kialakulásában közrejátszik a bélrendszer legyengült, leromlott állapota, például gyulladásos bélbetegségeknél és áteresztő bélszindrómánál gyakori, illetve megnő az esélye antibiotikumok szedése alatt is. Azért, mert ha rossz állapotban van a bélrendszer, nem szívódnak fel, illetve nem termelődik elegendő B-vitamin a belegben, tehát B-vitamin hiány alakul ki. A cinkhiány pedig elsősorban amiatt jelentkezik, mert az ételekkel nem viszünk be elegendő cinket, ami leginkább azért van, mert a földet kizsigerelő mezőgazdaság következtében lecsökkent a talajban a nyomelemek, így a cink szintje is, tehát a növényekbe és végül az állatok húsába sem kerül be elegendő cink. Addig, ameddig a herpesz fertőző, az AFTA nem az, tehát az AFTA-kat nem lehet a másik embernek átadni. Az AFTA-k gyakori megjelenése jelzi általában az immunrendszerünk legyengült állapotát, tehát arra is utal, hogy kevés a mikrotápanyag, gyenge az immunrendszer. A stressz és a szorongás növeli a kialakulásának esélyeit. Az AFTA-k megszüntetésének első fontos lépése a finomított ételek, a gabonaételek mennyiségének a csökkentése a táplálkozásunkban. Helyettük fogyasszunk több magas zsírtartalmú ételt, mint kókuszolaj, mangalica, húsok és zsír, olívaolaj, vaj, sajtok, avokádó és a zsírosabb halak. A második fontos lépés a B-vitaminok és a cink pótlása, amire a legjobb a sörélesztő. Az összes B-vitamint tartalmazza és cinket is természetes kötésű formában. A sörélesztő pehet szórhatjuk salátákra, ehetjük önmagában is. A kereskedelmi forgalomban lévő sörélesztők inaktívak, így kandidások is fogyaszthatják. Általában, ha a cink szintje alacsony, a többi nyomelem, tehát rész, króm, mangán, jód, stb. Is alacsony szokott lenni, érdemes elgondolkodni a többi nyomelem pótlásában is, amire ajánlom figyelmetbe az elektronik italport. Nagy dózist vihetünk be vele a káliumból és az összes nyomelemből, illetve magnéziumot, kálciumot és nátriumot is tartalmaz. Felgyorsíthatjuk a fekély gyógyulását a szájban az aloe vera segítségével, vegyünk a szánkba aloe vera levet vagy gélt, és mozgassuk, öblögessünk vele, hagyjuk 1-2 percig a szájban, majd köpjük ki. Hozzáadhatunk az aloe verához, vagy akár külön egy kevés vízhez borsmenta olajat, és ezzel is hasonlóan, mint az aloe verával, öblögessünk, mozgassuk a folyadékot a szánkban 1-2 percig, majd köpjük ki. A borsmenta fertőtlenítő és antioxidáns hatással van, felfrissíthetjük vele a szánkat. Ha már kialakultak az AFTA-k, célszerű kerülni a citrusféléket, amíg az AFTA el nem tűnik, mert a citrusfélék, például ugye citrom, lime, ananász, narancs, súlyosbíthatják a helyzetet. A citrusfélék nem okozzák a problémát, csak akkor jelentenek gondot, ha már ki van alakulva az AFTA. Célszerű egy pár hónapos immunerősítésben is gondolkodni, pláne ha már hosszabb ideje fennáll ez a probléma. A nyomelemek és az ásványanyagok mellett a mikroalgák szedésével, a tiszta méhpempővel, a zöldségek és a gyümölcsök napi szintű fogyasztásával és az omega-3 zsírsavak nagy dózisú bevitelével tudunk hatékonyan gyors eredményeket elérni az immunrendszerünkkel kapcsolatban. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet az AFTA-król, az AFTA-k okairól és megszüntetésükről, kedveld a videót, oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a feliratkozás melletti harang gombra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!